miniszterelnök úrnak teljesen igaza van. Lehet ugatni nyugatról, ő nem így mondja, én így mondom. Lehet piszkálódni, lehet visszatartani tőlünk forrásokat, de akik emberéleteket áldoztak, azok a magyarok. Pontosan, ez szerintem az egyetlen nemzet vagyunk, és ezt látni kell mindenkinek. Akik ember áldozatokat hoztunk. Ezt nem is tudja az felmérni, aki nem ennek az árnyékában, vagy nem ennek a tudatában él és politizál. Én ezért én azt gondolom, hogy minden tisztelet azoké a politikusoké, akik ma egyszerűen arról beszélnek, hogy igenis békét kell teremteni. Látszik ez, hogy őszentsége ugyanezt fogalmazta meg, miniszterelnök úr ugyanezt fogalmazta meg, köztársasági elnök asszony ugyanezt fogalmazta meg, külügyminiszter úr ugyanezt fogalmazza meg nemzetközi szintéren, és egyszerűen nem látom be, hogy miért nem sorakozik fel a béke elve mellett az Európai Bizottság, az Európai Parlament, és sorolhatnám tovább mindazokat a szervezeteket, akik ezügybe tehetnének. És azért ez a dolog ott kezdődik, ami a Minszki megállapodásnak a betartását jelenti. Tehát én azt gondolom, hogy van is egy olyan megállapodás, amit be kellene tartani, és ma már nem szabad azon vitatkozni, hogy ez ki kezdte, ki az agresszor, hanem egyszerűen azt kellene tudatosítani, hogy amennyiben nem a békéről beszélünk, abban az esetben minden olyan lépést támogatunk, ami az eszkaláció irányába visz. Ne arra ugyan, de megint azt kell mondanom, hogy nem csodálkozom, mert ezzel az Európai Unióval, Európai Bizottsággal, Európai Parlamenttel, Isten bocsássa meg, hogy ilyet mondok, de semmilyen megállapodást nem szabad kötni, úgyse tartják be. Ezt jól látjuk hétről hétre, a nekünk járó, de mégse odaítélt vagy átadott pénzekkel. Hát akkor ne csodálkozzunk, egyáltalán ne csodálkozzunk, hogy a háborúval kapcsolatban ugyanígy járnak el. Minszki megállapodás, megkötöttük, rúgjuk föl csak. Igen, egyébként az az a sajátságos, és azért ez szimptomatikus szerintem, hogy ma egy-két politikust kivéve nincs karizmatikus politikus Európában. És ez látszik is, hogy az európai vezetés rendkívül gyenge. Tehát én még annak idején emlékszem, amikor a Juncker bizottsági elnök úr volt, akkor hogy örültünk, hogy na lesz egy hölgy, majd sokkal empatikusabb lesz. És nem annyira iszákos. Sokkal... Így van, ehhez képest volt olyan ismerésem, aki azt mondta, hogy hát a von Leyen asszonyhoz képest a Juncker elnök úr az egy Churchill volt. Na most, hát hol élünk, és főleg egy ilyen konfliktusos helyzetben, amikor olyan kihívásokkal kell Európának szembenézni, amilyen akár a migráció, a pandémia. Hát ugye a pandémiában is láttuk, azért voltak Európában visszaélések, de akár most a háború kérdését. Egyszerűen látszik az, hogy semmilyen konzekvens döntésük nincs, és nem az a számukra a lényeg, hogy Európát erőssé tegyük és békéssé tegyük. Én azt kell, hogy mondjam, hogy az elkövetkező egy-két hónapban, évben, és akkor itt ebbe beleértem azt is, ami a 24-es európai parlamenti választásokat jelenti, hogy el fog dőlni, hogy Európa képes-e megkapaszkodni a globális világ elitjében, vagy pedig egyszerűen sereghajtókká válunk, és hogy szoktam volt fogalmazni, lehet, hogy majd egy ilyen skanzen Európa leszünk, ahol az ázsiai turisták eljárnak egy letűnő kultúrát megtekinteni. Most én nem ilyen Európába szeretnék élni, hozzáteszem azt is, hogy azért azon viszont Amerikának is el kellene gondolkodnia, hogy szabad-e, és milyen érdekes, hogy egy megjegyzést hadd tegyek, ha demokraták vezetik Amerikát, akkor milyen érdekes, hogy világban a különböző konfliktusok ütik fel fejüket, és biztos vagyok benne, hogyha Merkel asszony és Trump elnök úr lennének ma még hivatalban, akkor mondjuk ez a konfliktus nem fordul elő, amire nem csak egy földrész, egy emberiség mehet rá. Tehát ezt egyszerűen komolyan kellene venni, úgyhogy én bízom benne, hogy a jövő évi választásokon az európai polgárok fognak tudni dönteni a béke és a biztonság, vagy pedig a konfliktus és a háború között. Tisztelem az optimizmusát.
Én nem vagyok ennyire bizakodó, ismerve az európai polgárok jó részének teljes elhűítését, de legyen úgy. Végezetül térjünk vissza egy kicsit a magyarságra. Milyen jövőt lát? Részben az ukrajnai, a kárpátaljai magyarság előtt, de hát itt van a felvidéki magyarság. A délvidékiről ne beszéljünk, mert ott most jó a viszony. Jó a helyzet, így van. De odafönn itt északon azért nem minden stimmel, és még mindig vannak benes dekrétumok. Hát, hogyha egy kis kaleidoszkópot csinálunk, gyorsan körbe megyünk, azért abban való igaz, hogy még most is, és én ezzel meg kell, hogy mondjam, hogy csodálkozva nézek szembe, hogy benes dekrétumok hatályban lehetnek egy országban, ami a kollektív bűnösséget jelenti, és milyen érdekes, hogy a kollektív jogokat meg nem ismeri el senki, kollektív bűnösség létezhet, és hiába mondja a Szlovákia, hogy egyébként a benes dekrétumok alapvetően históriai jogszabályok, ahonnan ők az államiságukat eredeztetik, de könyörgöm, hogy lehet históriai jogszabály olyan, amit ma is alkalmaznak, például területek kisajátításakor. Én azt gondolom, hogy az egyik fontos kérdés, amit ma láttunk el, és vizsgálnunk kell, hogy hol mekkora magyarság él. Most 20-21-22-ben mindenütt népszámlálások voltak, ugye nekünk egy fontos elvünk az, hogy minden magyar számít. Én azt örömmel láttam, hogy a felvidéken 463 ezer körülbelül a magyar lakosság létszáma, ott mondjuk az ottani népszámlálás lehetővé tette, hiszen második állampolgárságot is meg lehetett jelölni, hogy ott nem nagyon sokat csökkent a magyarság létszáma. Én bízom benne, hogy az az összefogás, amit a szövetségpárt létrehozásával a politikai erők megtettek, ez ezen az őszön, hiszen szeptember végén Szlovákiában parlamenti választás lesz, ott be fog tudni jutni a parlamentbe, és akkor mégis ott ül az asztalnál, amikor rólunk döntenek. A másik, ugye Ukrajna, arról tudnom kell, hogy ott népszámlálás nem csak most nem volt, hanem nem volt 2011-ben sem. Egyébként most, hogy tagjelölt ország lett Ukrajna, az európai szervezetek elő is írták Ukrajna számára, hogy kell népszámlálást tartaniuk. Kíváncsi vagyok, ezt betartják-e. Nyilván most a menekülés kapcsán azért ott azért elég jelentős veszteségek érzékelhetők. A magyarság létszáma az olyan 150 ezer körülre tehető ma. Én azt hiszem, hogy bárki bármennyire azt mondja nekem, hogy jó, most ugye fontosabb kérdések vannak, mint a nemzeti kisebbségek ügye. Én azt hiszem, hogy azért nekünk fontos kiállni a magyarságért akkor is, hogyha egy háború árnyékában kell most ezt tenni. Úgyhogy én bízom benne, hogy a háború mielőbb befejeződik, és hogyha ez így történik, akkor mint egy Európai Uniós tagjelölt országgal lehet már Ukrajnával tárgyalni arról is, ami a nemzeti kisebbségek ügyét jelenti, és mondjuk az Európai Unió is észreveszi és tudomásul veszi, hogy nem elegendő egy jogszabálynak a címét csak elolvasni és azt mondani, hogy van. Milyen érdekes, hogy ezt másokkal így teszik velünk, viszont még azt is, hogy az apró betűket és a mindenben kifogást keresnek, ez csak egy ilyen megjegyzés volt részemről. És hát a Románia tekintetében a magyarság kérdését tekintjük, akkor ott jól látható, hogy azt sikerült elérnünk, hogy még mindig 1 millió fölött van a magyarság, hiszen ott is volt népszámlálás. És én bízom benne, hogy az, hogy Székelyföld 3 megyében, Maros, Hargita és Kovászna megyében magyar megyei elnök van, hogy a városok, nagyvárosokban szintén magyar polgármesterek vannak, egy olyan regionális kooperációt sikerül kialakítani mostani jogszabályi keretek között, ami azért az együttműködésben tényleg a székelység, illetőleg összességében a párciumi és az erdélyi magyarság jövőjét szolgálja. Ott én azt gondolom, hogy ez egy fontos tényező, hogy az RMDSZ parlamenti képviselete, sőt kormányzati erő is, biztos, hogy nagyon nehéz a helyzetük, mint
kisebb kormányzópárti jelöltről, akik ugye a kiegyenlítők. Én azt hiszem, hogy ez azért biztos, hogy egy nehéz szerep, de viszont hálás, mert lehet sok olyan kérdést azt arra tenni, napirendre tűzni, amire más esetben nincs lehetőség. És ha már volt olyan kedves szerkesztő, hogy Vajdaságot említette, azt hiszem, hogy Szerbiával ma a legjobb a kapcsolatunk, ezt fenn is kell tartani a jövőben. Elő kell segítenünk, hogy Szerbia minél előbb az Európai Unió teljes jogú tagja legyen, és én büszkén tekintek arra, hogy a vajdasági autonóm tartományon belül a Magyar Nemzeti Tanács egy olyan lehetőséggel rendelkezik, ami tulajdonképpen egy kiterjedt kulturális autonómiának felel meg, hiszen oktatás, kultúra, média területén teljes önállóságot élveznek, finanszírozásban, a vezető személyek kijelölésében minden lehetőségük megvan arra, hogy ezeket képviseljék. Én azt gondolom, hogy az egy jó irány, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy Kárpát-medence autonómia törekvéseinek a zászlós hajója, úgyhogy ez a jövőben is példaértékű számunkra. Sőt, azt kell, hogy mondjam, ha a Szerbia az unió teljes jogú tagja lesz, akkor Szerbia és Szerbiára úgy tekinthetünk, mint jó példára, és én biztos vagyok benne, hogy a kooperációt is segíti.